Bajer Zsolt újságíró és publicista tartott előadást szeptember 23-án 6 órai kezdettel az Eötvös József Művelődési Ház nagy termében a mindenkori népvándorlásról és annak országos és helyi hatásairól. Az előadássorozat, melynek aktualitását a migránsválság és az ahhoz köthető október 2-ai népszavazás adta, az újságíró 27. fóruma volt ebben a témában, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a szavazáson való részvételre és a nemmel való szavazásra biztasson. A szeptember végi fórum házigazdája Győri Máté polgármester volt, aki megnyitó beszédében kiemelte, hogy egy Ercsit érintő esetleges betelepítés milyen vállalhatatlan terhet róna városunkra. Volt egy ilyen alcím, amit ezen a plakáton feltüntettünk, hogy illegális bevándorlók Ercsiben. Ez szándékosan provokatív cím volt. Azt szerettem, hogy minél többen elgondolkodnak ezen, hogy hát ez mennyire nem távoli dolog. Az egész az hatással lehet ránk, mert ugye itt az ország közepén élünk, és ebben a szép kis városban. Én kiszámoltam, hogy körülbelül 60-70 ember jutna ránk ebből az egész kontingensből, akiket ide akarnának hozni hozzánk. Gondoljuk el, hogy 60-70 idegen kultúrájú ember mit jelentett ebben a városban. A jó felépített előadás a demográfiai adatok és születésszám alakulásával, a közel-kelet hosszú polgárháborús helyzetével, valamint az Egyesült Államok térségbeli beavatkozásával magyarázta a kialakult helyzetet. Bajer Zsolt azt is kiemelte, hogy nézetei szerint az európai emberből kiveszett az önfenntartás és a fajfenntartás ösztöne. Abban az Afrikában, ahol már most nincs mit enni, nincs mit inni, nincs egészséges ivóvíz, rettenetes állapotok uralkodnak, abban az Afrikában meg fog négyszereződni a népesség. A titkos szolgálati jelentések alapján ma azt tudjuk, hogy most, míg én beszélek önökhöz, Észak-Afrikában és az úgynevezett szub-szaharai régióban, vagyis a Szaharától délre, Fekete Afrikában 18-20 millió ember készül arra, hogy hatörik haszakad, át kell a földközi tengeren és átjön Európába. Az önfenntartás és a fajfenntartás ösztön. Az európai fehér emberből mindkettő kiveszett. És eközben a világ népessége körülöttünk éppen megduplázódni készül. Ugye nem bonyolult belátni, hogy ennek a következményei számunkra egész egyszerűen végzetes. Az estében nyúló előadást közel 100-an hallgatták végig, és természetesen arra is jutott idő, hogy a közönség kérdéseket tegyen fel, vagy elmondja véleményét.